Használt autót csak átvizsgálás után. totalcheck.hu. Mit mond az a név, hogy Infiniti? Annyit segítek, hogy Nissan. Az egész Amerikában kezdődött, ahol a Nissan egy cipőben járt az összes más japán márkával, egyszerűen ciki volt. Aki emlékszik még a Dévura, az ismeri a szituációt. Eleinte nyomorult, de olcsó autókat árultak. Utána viszont hiába jöttek fel, bentrekedtek a korábbi presztízs nélkül is katujában. Ezért keresztelték át nálunk a Dévut Chevrolet-re, és ugyanezt tették a japánok az Egyesült Államokban, kitalálták a Nissan luxus márkáját, az Infinity-t, ahogy a Toyota a Lexust, vagy a Honda az Acura-t. Mindez Amerikában működött is, ám amikor az Infinity megérkezett Európába, nem igazán jött össze a dolog, pedig még a Red Bull F1-es csapata is felvette az Infinity nevet, és Vettel világbajnok lett az autóval. Az Infiniti remek autókat árult, amelyek többsége amerikai vagy japán Nissanokon alapult, az égvilágon semmi közük nem volt az elrönósodott európai Nissanokhoz. Ez az EX37 például ugyanazt a V6-os benzinmotort kapta, mint a Nissan 370Z. Bár azt lehetne hinni, hogy csak egy átdolgozott Nissan Murano, ez tévedés. Az EX már HOS motoros, vagyis a BMW X3-as felépítése közelebb áll hozzá. Nálunk persze a többség az Európának kitalált V6-os dízelt vette ebből a típusból, de az igazi amerikai életérzést a benzines nyújtja igazi japán technikával. Mi baj lehet vele? Hallgass csak, csörög csattog! Minket is érdekelt, mennyire tartós az Infiniti technika, ezért hívtuk be a műhelypornóba átvizsgálni ezt az EX37-est. A márka árusítása már megszűnt nálunk, de gyári alkatrész van hozzá, csak az a kérdés, hogy drágák-e, egyáltalán szükség van-e rájuk. Vagy az utángyártott is opció? Mit tudsz a ritka márkáról? Érdemes vele foglalkozni? Megbízható? Elpusztíthatatlan? Nem igényli a gondozást? Két hátsó. A kipácsó kipufogódóbbal két becsatlakozás, nem mind a kettő kéne cserélni tömítés, de hát ezt megbontani nem lehet, itt csavar minden. Igen. Ha érdekel az egyik legritkább SUV, ami ma használtan kapható, iratkozz fel és kapcsold be a csengettyűt is, hogy kapj értesítést is róla. Ha pedig jelentkeznél az autóddal a műhelypornóba, a leírásban megtalálod a linket, ahol ezt megteheted.